Az, hogy régész lettem, az több dolognak az együttes eredője. Az egyik valóban a szülőfalomnak a adottságaiba keresendő, mert én is szoktam ezen természetesen töprengeni, hogy sokszor véletleneken múlnak a dolgok, hogy az ember éppen milyen pályán köthet ki. De az egyik az való igaz, hogy Simontornya, ott ez az észak-tolnai kisváros, ahonnan én származok, annak az egyik legismertebb műemléképülete az a téglavár, ami 13. századi eredetű, mai formájában az ország egyik legnagyobb reneszánsz épület együttese. Hosszú évtizedeken keresztül a Szekszárdi Múzeumnak volt egyébként a filiáléja. Az én gyerekkoromban, 70-es években, 80-as években könyvtár is működött a falai között, és ebből adódóan, mint helyben iskolás, nagyon sokszor jártunk könyvtár miatt ebbe a várba, könyvtár részbe, sok időt töltöttem ott, és hát előbb-utóbb elkezdett érdekelni ennek a története, meg a településnek is a története. Sok szakirodalmat is meg tudtam ott helyben szerezni, tehát ez ilyen szempontból inspiráló is volt, azt lehet mondani, már amennyiben egy ilyen 13-14 éves gyereknek ez inspirációt jelent. Nekem úgy emlékszem rá, hogy az volt. És egy történelmi versenyen is jó eredményt értem el, aminek a köszönhetően a szomszédos ozorai vár ásatására eljutottam, és tulajdonképpen az volt, ami ilyen meghatározta az én későbbi pályaválasztásomat, mert hogy ott élesbe láttam a régészeknek a munkáját, hogy hogyan zajlik, és hát ez olyan magával ragadó volt. Tehát nyilván a Földnek is egyfajta szeretete is, meg önmagában az, hogy a Földből előbukkanó leletek és azok a lelet környezet, amiből ezek előkerültek, hogy ez mennyire hozzá tudnak adni ahhoz az adott időszakhoz. Hát ott jelen esetben ott az a középkor, de hát nyilván vannak ennél sokkal, de sokkal régebbi korokból származó leletek is. És aztán valahogy úgy alakult középiskolás koromban, én nem Simontornyára, hanem akkor még nem volt középiskola a településen, nem Sárbogárdra jártam, hogy középiskolás nyaraimat ásatásokon töltöttem el lényegében. Nagyon sok emberrel megismerkedtem, tehát ez onnantól fogva egy elég ilyen céltudatos volt egészen az érettségig, és hát az sem volt akkor már számomra kérdés, hogy megpróbálom a régészetet. És végül is Budapesten az ELTE-re felvételiztem, és föl is vettek elsőre. Addigra már tényleg nagyon sok helyen jártam, meg nagyon sokat olvastam régészet tárgykörébe, és a népvándorláskor lett az az időszak, amivel elkezdtem foglalkozni, mert hogy addigra már jó néhány népvándorláskori főként, és leginkább avarkori, tehát a népvándorláskor középső időszakában a 6.-tól 9. századig itt a Kárpát-medencébe itt élő és hatalmas nagy birodalmat létrehozó avaroknak a tárgyi kultúrája, anyagi kultúrája és akár szellemi hagyatéka érdekelt. Ettől függetlenül honfoglaláskorból írtam végül is a szakdolgozatomat Tolna megyei témában. Mindig is nagyon fontos volt számomra, hogy a tágabban értelmezett szülőföldemet próbáljam meg kutatni. Szerettem itt a megyében is különböző ásatásokon részt venni. Abban az időben még ez volt is, nagyon megváltozott ez az elmúlt időszakban, de akkor még elég sok tervásatást folytattak, nem csak Ozorán, hanem Gerjenbe, Dunaföldön, nem akarom felsorolni, rengeteg helyen is, a helyi régészekkel is jó néhány ásatáson együtt tudtam dolgozni. És adtam magát a témavezető professzorom ajánlására is, hogy Tolna megyének a 10-11. Századi sírleleteit próbáljam meg szakdolgozatomban összegyűjteni. És ezt így is történt, tehát a diplomom munkám ez volt. És ezzel párhuzamosan valahogy úgy alakult, hogy amikor már az egyetem vége fele mindenki gondolkodik azon, hogy hol fog tudni majd esetleg elhelyezkedni, dolgozni. Nekem több lehetőségem is volt, de hát én itthon szerettem volna maradni, és abból a szempontból is mondom, hogy szerencsém volt, hogy akkor adódott egy lehetőség itt a Szekszárdi Múzeumban 1994-ben. A Paksi Városi Múzeum akkor, hát egész pontosan 93-ban alapították meg, és két kollega, dr. Rozná Gyula és dr. Váradiné Péter és Zsuzsa akkor átment ebbe a múzeumba, és két álláshely megüresedett. Rozná Gyula szintén népvándorláskorral foglalkozó régész, kitűnő régész volt, és az ő helyére vett fel a hivatali elődöm dr. Gál Attila. Hát ennek pont 30 esztendeje, vagy hát most szeptemberben lesz 30 esztendeje.
nem tudom, hogy az szerencse vagy szerencsétlenség, de én egy munkahelyen töltöttem ez idáig a munkás éveimet. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy adomány volt tulajdonképpen a sorstól, hogy ez így történt, mert egyrészt tudományos területen is sokkal jobban bele tudtam mélyülni ennek a területnek a múltjának, az emlékeit kutatva. Másrészt meg nagyon ragaszkodtam, és nagyon szeretem mai napig is Tolna megyét, Tolna vármegyét. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy tulajdonképpen nem gátoltak ebbe a dologba. Tehát az én családom, ahonnan én származom, az egy nagyon... Tehát nem volt igazából előttem érettségizett sem a családban, de ettől függetlenül respektálták a tudást, és mindig azt mondták, hogy ha tudok, akkor tanuljak, és próbáljam megtalálni a saját utamat, és ebből a szempontból is hálás vagyok a szüleimnek is, hogy amikor ilyen döntési helyzet volt, akkor soha nem volt olyan kötelezettség, hogy már pedig szakmát kell tanulnod, vagy nem tudom én mi, hanem azt mondták, hogy ha van hozzá elég eszed és kitartásod, akkor menjél középiskolába. Ugyanezt a szemléletet próbáltam a gyerekeimnek átadni, hogy találják meg a saját útjukat. Tehát az, hogy talán egy szülőnek ez az egyik fontos feladata, hogy egyrészt, hogy ne korlátozza a gyerekeit, másrészt, hogy amiben ő a tehetségüket úgy érzik, hogy ki tudják bontakoztatni, akkor azt megpróbálja elősegíteni. Úgyhogy igazából én örülök neki, hogy ők is úgy nagyjából egyetemisták már, de megtalálták talán azt az utat, ami nem régészet és nem muzeológia.